az első napon és az utána lévő egyébként körülbelül egy hétben még nem fogtam fel ezt az érzést, és igazából nem is akartam, hogy realizáljam ennek a tényleges valóját, mert azt éreztem, hogy ez egy olyan csoda, amit teljesen át akarok élni a szívemmel, a testemmel, mindennel, és addig akarom kihúzni, hogy minél tovább tartson. Úgyhogy most már azért azt érzem, hogy megemésztettem, és most már tudok rá úgy nézni, mint egy tény, de ehhez kellett azért egy két hét még. Kiünnepeltem magamat, nagyon jól megünnepeltük a csapattal is, a körülöttem lévőkkel is, úgyhogy most már azért fél lábbal ebből kint vagyok. Egy világbajnokságon érmet szerezni gyakorlatilag minden sportágban, de a judo az nagyon megerősödött, egy csodálatos érzés, hogyha ennek a részese tudsz lenni, akkor az mindenképpen öröm, márpedig a jelek szerint részese voltam, és a helyszínen izgultam végig a Szofi meccseit. Szofi most ugye említette, hogy itt két hét távlatából hogy érzi magát, hol most panaszkodott, hogy úgy unja már, hogy mindenhol nyilatkozni kell, és újra ugyanazokat elmondani, de hát én soha nem unom meg, mert remélem, hogy még sok-sok ilyen riportolunk a közeljövőben is, és sokszor mondhatja nekem, hogy mennyire unja már, hogy nyilatkozni kell meg. Szerintem a felkészülésnek a mondjuk a technikai összeállításában, az edzőtáborokban nem gondolnám, hogy volt valamilyen más dolog, vagy egy új dolog, ami bele lett volna rakva. Minden felkészülés kemény, és hogyha jó felkészülés, akkor sok színű, sok párral, sok edzőtáborban. Most az volt szerintem a más ebben az utóbbiban, hogy kicsit jobban beengedtem őket a felkészülésembe, és átadtam nekik olyan dolgokat, amiket én hordoztam, nehézségeket, amiket én hordoztam, és ezen a terhen, ezen osztoztunk. És ez volt nehéz meglépni, és ez bizonyult nagyon-nagyon jó munkamegosztásnak így a verseny után. Én egy kicsit másképp látom, gyakorlatilag két ugyanolyan felkészülés nincsen, bármennyire is úgy érzi a versenyző vagy az edző, hogy egy rutin szerint dolgozik. Minden felkészülésnél vannak új kihívások, mások a körülmények, más a versenyzőnek a lelki állapota, akár a fizikális állapota. Hozzáteszem, a tavalyi évhez képest nagyon más programon voltunk, mert tavaly nem tudtunk ennyi nemzetközi táborba eljutni. Most egy nagyon optimális felkészülésen voltunk túl, ami a judó részét illeti. A lelki dolgok egy kicsit keményebbek voltak, volt sok dolga, amin ügyködni kellett, illetve az, hogy a Szofi, amire célzott, mondom, hogy bevonta végre a fogyasztásába, amit eddig, mint ördög a tömén füstő úgy tartott, most részt tudtam benne venni, és a versenyzőtársak viccesen meg is jegyezték, hogy nem is judó VB-ről hoztuk az érmet, hanem tollas VB-ről, mert próbáltam egy kicsit másképpen hozzányúlni ez az utolsó, egyébként nagyon monoton időszakhoz, amikor mondjuk egy 5-6 kilót le kell a vízből nyomni a versenyzőnek az utolsó 8 napban. Tehát itt, hogy ennek végre részese lettem, viszont nem tudtam is segíteni. Ez is nyilván más volt, mert eddig ezt nem engedte meg a Szofi. Előzmények is mások voltak, hogyha végig gondoljuk, hogy tavaly Európa-bajnokságon, amikor érmes volt, akkor előtte gyakorlatilag szárnyalt, és minden versenyen elindult érmet tudott szerezni. Hát ez idén nagyon nem így volt. Elég nyögvenyelős fél évet tudhatunk magunk mögött. Szerencsére azt mondom, hogy taskenti Grand Slam-es bronzérmet sikerült elcsípni, ami szintén azt gondolom, hogy messze volt a csúcsformájától. És ehhez képest a világbajnokságon én talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy sikerült a tavalyi EB-n tapasztalt csúcsformáját a szőnyegre vinni. Tehát miért sikerült ilyen jól ez a felkészülés, az igazából még lehet mondani, hogy elemzést igényel, de jól sikerült, és így utólag nagyon szép volt. Nekem ez az első meccs, ez valamiért ez nagyon fontos, és hogyha ott azt meg tudom csinálni,
akkor már azt érzem, hogy bőven bent vagyok a versenyben, és nagyon sok nyomás lejön rólam. Úgyhogy hát ezt a spanyol lányt ezt ismerem, és nekem kellemetlen, minden ellenfelem kellemetlen, ő is kellemetlen, gyors, az edzőtáborokban találkoztunk, és nagyon örülök, mert ennek a legkisebb részét sem éreztem az első meccsemen. Azt éreztem, hogy teljesen uralni tudom, és teljesen összeszedettebb, jobb és gyorsabb vagyok. Úgyhogy örülök, hogy nyertem. Most ez mindegy volt számomra, hogy egy perc alatt vagy négy perc alatt, de az érzés szempontjából ez nagyon jó volt. Nem csak edzőtáborban, hanem versenyen is találkoztak már. Meg is néztem a mérkőzést, valóban egy kellemetlen ellenférő volt szó. Hát olyan szofis volt, mert fölment, gyakorlatilag legyalulta az ellenfejét, utána lejött és mondta, hogy hú, nagyon erősnek érzem magam. De nem, szerintem ő volt gyenge. És akkor én mondtam neki, hogy Sophie, fogad már, hogy erős voltál és jó voltál, és akkor menjünk, lépjünk ezen tovább. Tehát gyakorlatilag ez így zajlott le. Ami egy érdekes dolog volt az én részemről, az az, hogy azt mondtam is utána neki, hogy talán a pályafutásom legnyugodtabb világverseny napja volt, mert őszintén be kell vallanom, hogy nem sok reményt fűztem az egész versenynaphoz, mert elég zaklatott volt a felkészülés, tehát mondom, hogy utólag szép, de közben azért zaklatott volt. Ettől függetlenül azt valaki utólag megkérdezné, vagy egyszer nem is, azt gondolom, hogy nem is értené, hogy miről beszélek, hiszen a versenyen meg egy olyan Sophie volt, akiről azt gondolná az ember, hogy úristen, ebben a felkészülőben minden tökéletesen alakult, és valami hihetetlenül sikerült csúcsra járatni és csúcsformát kialakítani. De ez nem így volt. Nyilvánvalóan az, hogyha ilyen gyorsan, főleg egy ilyen lelkis versenyző túl tud jutni egy nehéz ellenfelem, ami az első mérkőzés, az baromira meg tudja dobni a versenyzőt, és hát ugye ez be is jött, és utána szépen nagy menetelésbe tudott kezdeni. Érzetre ugyanúgy éreztem magamat, mint a spanyol elleni meccsemen, és tényleg nem számított az, hogy a venezuelaival hosszabbításos meccsem volt, a spanyollal meg egy perces meccsem volt, mert ugyanazt éreztem, hogy nagyon tudok koncentrálni, csak én vagyok és az ellenfelem, és megbeszéltük előtte a taktikát, de én azt szeretem tényleg, hogyha ez nincsen túltolva, hanem én saját magamra tudok figyelni, meg az edzőim is, és ezzel a venezuelánnyal is már ismerjük egymást, mentünk is versenyen is, és edzőtáborban is, és örülök, hogy földharcon, különösen, hogy földharcban tudtam nyerni, mert mostanában földharc helyzetekben szoktam kikapni, úgyhogy nagyon örülök, hogy az erősségemet, a leszorítást tudtam megcsinálni. Utóbbi időben... Ugye, eddig mindig az én ellenkező dolgok. Kétszer is megverte ezt a lányt, de előtte kikapott tőle. Amúgy elég jól áll a világon is, ez a lány is, talán 1-8-ban is van, és sok szép eredménye van. Kellemetlen ellenfél, még egyszer mondom, én nekem ezen a napon semmilyen elvárásom nem volt, tehát ezt megpróbálom majd adaptálni más versenyekre is, mert ez egy baromi jó dolog volt. Az első meccs után azt gondoltam, hogy ha ebben a formában tud fölmenni, és így tud dolgozni, akkor ezt a meccset is meg tudja oldani. És szépen ezt is csinálta. Tehát igazából egy nyugodt mérkőzés volt, független attól, hogy golden score volt, de nem volt veszélyes az ellenfél, és ahogy folyt a meccs, egyre inkább biztos voltam benne, hogy meg fogja nyerni. Sajnáltam nagyon, mert az a két meccs az akkora löketet adott, és akkora erőt éreztem magamban, hogy abszolút úgy mentem fel arra a harmadik mérkőzésemre is, hogy most mindegy, hogy jár velem szemben, nagyon-nagyon szeretnék nyerni. És nagyon sajnálom azt a helyzetet, mert állásban tényleg jobban éreztem magam, erősebbnek éreztem magam nála, és edzőtáborokban már rá is jöttünk azokra a dolgokra, amik ez ellen a lány ellen, ugye kifejezetten az én erősségem is, hogy tudom őt kellemetlen helyzetbe hozni. És egyébként én úgy is érzem, hogy ez szerint judóztam, amikor még álláshelyzetben voltunk. Aztán lekerültünk földre, és egy nagyon hosszú
feltarc helyzet után kihúzta a karomat, és ott nagyon nehéz volt fejben utána összeraknom magamat, mert nem tudtam egyik pillanatról a másikra visszaterelni a gondolataimat, és átvenni az irányítást felettük, mert hát nagyon fájt a kezem. És ezt a fizikai fájdalmat nem tudtam egyből, agyból kontrollálni, hanem csak ott voltam, és emlékszem, hogy nagyon kevés időnk volt ugye a koszovói meccsem között, meg e között a meccs között, úgyhogy az egy, igazából az volt egy nagyon nagy kihívás ott azon átlendülni, és összeszedni magamat utána a következő mérkőzésre, ami nem is volt akármilyen mérkőzés, mert azért ez a koszovói szerintem ő volt a legkeményebb ellenfelem, akikkel mentem. Ugye amikor az ember beüt 8-ba, akkor az azt jelenti, hogy final blokkos, vagyis ha nem final blokkos, de már valamit csinált aznap, és tud visszameccselni még akkor is, hogyha kikap. De nagyon rossz, hogy kikapni, mert ez a győzelem, ha megvan, akkor éremért fogsz harcolni, az már biztos. Viszont, hogyha kikapsz, akkor benne van a papírban, hogy nem tudsz harcolni az éremért, csak 7. leszel. És ráadásul, hogy láttam, hogy alakul a visszameccs, ugye ez a koszovói lány, ez tényleg olyan embereket is úgy vert el, és idén olyan érmeket szerzett, ami ott le a kalappal. A holland meccsről csak annyit, hogy nagyon kár volt azért a partveszítés helyzetért, mert amúgy nagyon kézben tartott mérkőzés volt, de hát ilyen a judó, sajnos egy pillanat kihagyás, és megtörténik a baj, hogyha a karodat neki húzzák, akkor az semmiképpen sem jó jel. Itt a probléma az, hogy jó meg is húzta neki, tehát egy elég komoly karfeszítés helyzet volt, amit nem tudom, hogy nem kopogtad le időbe, vagy... Nem látta a bíró. Nem látta a bíró, hogy kopog. Jó, rárecsegette a könyöke. Itt azt mondom, hogy amilyen ijesztő volt, hogy szerintem 10 perc alatt szőnyegre kellett állni, egyébként annyira jó is volt, mert nem volt idő túl sokat lamentálni arról, hogy most hogyan tovább. Mozgott a keze, úgy voltunk vele, hogy megölelgettem egy kicsit. Gyerünk, most már ne sírj, mert vesz a kamera, és akkor hagy szóljon. Tehát igazából nem is biztos, hogy baj volt, viszont ahogy azt a koszovóit elintézte, az egyszer hihetetlen volt. Maga biztos volt, erős volt. Ez egy csodálatos mérkőzés volt, a nagyon szívesen gondolok vissza, meg szívesen meg is nézegetem. Hát ugye van a final block és a selejtező között 2 óra pihenő, ahol nyilván próbálja magát kipihenni az ember, enni valamit, és ebben a 2 órában emlékszem, hogy egyszerűen csak annyira jó érzésem volt. Nem tudtam, hogy mi fog következni, vagy milyen vége lesz a versenynek, és nem is akartam konkrétan nyomást helyezni magamról, vagy elképzelni, de azt éreztem, hogy bárhogy alakuljon így a mai nap, én jó érzésekkel fogok kimenni ebből a teremből. És én kezdtem a final blokkot, ugye a 63-asoknál a bronz meccs volt az első, és tényleg semmi nem volt a fejemben. Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy semmi ne legyen az ember fejében, de semmi nem volt, csak az, hogy nagyon-nagyon akarom. Bármi legyen az akadály előttem, vagy bármi történjék is, nagyon-nagyon szeretném. És hát el is vesztettem így az időérzékemet, tehát nekem nem tűnhat percnek az én szubjektív időmben, ez kb. 1,5 perc volt. És örülök, hogy egy olyan technikával tudtam nyerni, amit nagyon sokat gyakoroltunk, ami egy ilyen sajátos technikánk, és ezt nem tudtam csinálni egy bronz meccset, egy bronz meccset. Nagyon nyugodt voltam a mérkőzés előtt, igazából a mérkőzésen is, hát nem szabad ilyet mondani egy éremmeccs előtt, hogy biztos vagy abban, hogy nyerni fog a versenyző, de valahogy ilyen érzésem volt. Aztán közben megijedtem, mert már sokszor volt ilyen érzésem, és nem jött be. Ilyen történt már, de aztán el is kezdődött a meccs. Volt egy-két veszélyes helyzet, meg nem volt ügyetlen az osztrák lány, de alapvetően nem okozott problémát, és nagyon szépen le is hozta a Szofi a meccset. A dobás pillanatában már mosolygott, én ugráltam ott kint. Tehát az egy nyilvánvalóan egy nagyon euforikus pillanat, amikor
versenyződ véghez visz egy ilyen tettet, elhozza az érmet egy világversenyről. Igazából nagyon nem is tudom ezt értékelni, tehát ott egy ilyen euforikus állapot, és akkor legalább volt egy órám, hogy nem azon gondolkodtam, hogy hogyan tovább. Most a következő verseny, amit indulni fogok, az egy mongol Grand Slam lesz, ami már körülbelül egy hónap múlva lesz, június végén, és az lesz az első verseny, ami 100%-osan beleszámít az olimpiai kvalifikációba, aztán pedig versenyekre a versenyekre haladunk. Pontosan így lesz. Mongólia. Egyébként nem tudom, hogy mi lesz utána, ezért nem tudom. Előtte lesz egy porecsi edzőtábor, Horvátországban, utána Mongólia, utána Budapesten lesz a Masters, nagy verseny. Utána táborozgatunk itt-ott, Hollandia, Paks, és aztán indul a utolsó negyed év, ott is van a Grand Slam, ott még nagyon pontos, hát nyilván versenyektől függ, hogy teljesít, hol tud pontot szerezni, mennyi pontot tud szerezni, és ezek eldöntik meg, hogyan tovább.